A 18 perces monológom közben jutott eszembe egy aranyos kis történet, mivel abban az időben 1966-67 körül történt. Gondoltam, ha már készült monológ a saját életem egy picike szeletéből, elmondom hát ezt is. Ez egy nagyon kis, rövid, tanulságos, ugyanakkor vidám történet. Pestimréről, ahol nevelkedtem, ebben az időben az 51-es jelzésű villamossal lehetett bejutni a Nagyvárad térre. Ennek a villamosvasútnak elég sok kehe volt, a lassúsága mellett is, tehát ezt természetesnek vettük akkor. A kocsik egy vágányon közlekedtek oda-vissza, emiatt több kitérőre emlékszem. Az amúgy is nagyon hosszú közlekedési időt ezek a kitérők még 10-15, néha még 20 perccel is megtolták, amikor elindulhatott egy adott irányba a villamos, amerre az ember éppen akart menni. Egy ilyen várakozáshoz kötődik ez a kis történet. Páran ültünk a villamoson. Én anyukámmal egymással szembe, a másik oldalon egy idős néni, 70-75 év körüli. Egy 16-17 éves, hosszú hajú fiú járkált türelmetlenül a kocsival. Egyszer csak levágta magát a nénivel szembe lévő ülésre. Dobogott a lábával, néha meg-megrúgta a nénit. A néni nem akart vele kötekedni, ezért elhúzta a lábát, és kinézett az ablakon, mintha észre se venné. A suhanc úgy gondolta, akkor ő is kinyújtja a saját lábát, és ezzel tovább rúgdosta a nénit. De mivel a néni továbbra is próbálta elkerülni a konfliktust, hát felbosszantotta a srácot, aki egyszer csak megszólalt. Szia, szatyor! A néni továbbra se szólt egy szót sem. Erre a srác hangosabban. Mondom, szia, szatyor! Köszöntem! A néni jó hangosan, mintha örülne, azt mondja neki. Jaj, szia, hulikám, de jó, hogy látlak! Ezen a suhanc meglepődött, de gondolta ezek után nem hagyja abba ezt a jónak indult beszélgetést, tehát folytatta. Te, szatyor, nem tudod, mikor indult tovább ez a klozet? Dehogy nem, hulikám, mondja a néni, mikor megtelik ilyen szarokkal, mint te vagy. A kocsival lévő emberek mosolyogtak a néni frappáns válaszán. A suhanc elszégyelte magát, és kiment a peronra. Mikor beértünk a végállomásra, elsőként ugrott le a villamosról, én azt is gondoltam, hogy el is fog szaladni, de visszalépett, és szó nélkül lesegítette a nénit. Aztán gyorsan megfordult, és már elillant. Ezután a kis párbeszéd után megjegyeztem a fiút. Láttam pár alkalommal, és észrevettem, hogy soha nem ül le. Jó pár évvel később ez a villamosjárat megszűnt, én már nem is éltem Pestimrén, de apukám miatt gyakran mentem. Egy ilyen alkalommal a Boráros térről induló 54-es buszon láttam újra. Valakivel beszélgetett. Közel ültem hozzájuk, ezért értettem, mit mondanak. Pár megálló múlva a mellettük lévő kettes ülés szabad lett. Akivel volt, mondta, hogy üljünk le. Mire az akkori suhanc, akiből felnőtt férfi lett, azt mondta, én soha nem szoktam leülni, úgyis mindig felszáll egy idősebb, akinek át kéne adni a helyet. Hát nem tudom, ezt akkor tanultál meg, vagy sem. Minden esetre magamban mosolyogva azt gondoltam, a néni egy kedvesen elmondott mondata úgy látszik egy életre hatással lett rá. Hát ennyi ez a kis történet.